pont olyan, hogy le kell lőnöm valakit, mert can I property reclamation. Le kell valakit lőni, és akkor amit visszaszerzek, a Alcorp jel a facility-be kell visszavinni, tehát jelára Alcorp ezére. Kipróbálom ezt. Nincs. Dimitri Arizagát kell megölni. Stone Encarte. Akkor menjünk valami olyan hajó. Neutralize the thief. Meg kell ölni a tolvajt. Akkor menjünk valami olyan hajóval, aminek van raktere. Jó, nekem a jó öregkát lesz. Ezt már felszereltem izé 4 darab lézerre. Overlockolom, azt úgy ülök vele, mint a Sabréva. D02. Menjünk, majd csináljuk ezt. Májszek hátos, ben van még neked az? Adja ott, vagy nem? Nem tudom, leszállok, azt megnézem. Azt már onnan is kéne látnod, mielőtt leszállsz, azt hiszem. Mert nem látom innen. Aha. Azt tudom, azt hogy kéne látni, de hát azt a PO-ról is láthatod, hogy bárhonnan, de hát akkor ja. Nem biztos, hogy megy. Mindegy, megnézem lesz itt, most már itt vagyok. Annyi. Ezéket például nem próbáltam a csajtól felvenni küldit, hogyha van esetleg. Tudod, a fél lábútól. Ja, izé, itt vannak többen is. Leszki. Megnézem őket, hát ha valamelyik működik. Na, ha van olyan küldő, vedd fel, azt nézem. Az is valami trade az a félkezű, nem? Vagy fél lábú. Aha, valami doboz kell valahova, valahonnan valahova elvinni. Kopasz csávó az meg drogot izél. Ja, az meg a drogos küld is, aha. Ő adja, amikor a trollod a kezedbe adod, vagy fel kell venned azt a kis drogot, aztán a négyesre elrakni tudod a zsebre, azt akkor valahova elvinni, azt lerakni. No. Azt mondja, Grimhexnél van a tolvaj. Property Reclamation, megnézzük, hogy ezt hogy megy ez a küldi. Ez jó, mert Grimmax-nél lelövöm, azt elvileg jelára kell leszállítani. Ott lesz helybe. Jaj, fegyvereket overlockolni kéne. Na izébe nem nagyon szokott néha működni, vagy csak ilyen kiba kapcsolgatás után néha működik a MFD a Sabréba. Az nem jó. Valahogy néha baszkódnom kell, hogy a négy monitorból valami működjön, hogy átbírja már állítani a fegyvereket izére. Overlockra. Na én összesen kétszer futottam bele, hogy felrobbantunk így az pont az előbb. Akkor Dave már ugrottam egyszer. Meg egyszer Alcorpnál robbantunk fel Durnakival. És minden kétszer partiba voltunk, nem tudom, hogy ez számít-e. Egyedül nem tapasztaltam még ilyeneket. Egyszer se. És azt tartom kizártnak, hogy az is okoz hibát, hogy partiba vagyunk. Tényleg megint változtattak a izén. A Cutlass-ba sokkal alacsonyabban ülünk. Feljebb kéne lenni a képnek. Vagy hogy mondjam. Alacsonyabb a látószögem. Tehát túl sok látszik a műszerfalból, lentebb van jóval. Már mondjuk ettől függetlenül jó használható a Cutlass. Meet to discuss work. Dimitri ott van. Arzigava. Meg is van.
Nézzük. Az egy Reliant Core lesz, ha jól látom. Azaz. Reliant. Mindjárt megsorozzuk. Na, meg is öltem. Kidobta a dobozt is. Há, nem megy. Nem engedd leülni. Ez hát nincs küldetés, jó, hogy nem enged. Szerintem itt egyik sem megy akkor. Hát amíg nem adja a küldetést, addig nem is fog. Personálba kéne lenni, igaz? Így van, aha, igen. Ha nem adja a küldet, az nem is fog addig menni. Az se kizárt, hogy van előfeltétele, hogy adja. Vágon őszintén lepszkére nem szoktam menni én sem, mert nem nagyon vannak küldik úgy. Na, felszedtem a dobozt. Na. Alkohol például a facility leszállítás jön. Ja, 157-re kell vinni. Ha ma ott vagyok, szerintem venni fogok valamit a Cutlass-ba. 46 SCU-val legalább keresek valamit pluszba. Összefűzik a történetet. Amúgykor ezért néztük, nem? A Lorville-esen egy küldetést oda, ahol lelőttek. Az a Evil illegál okkupant, vagy mi a tökömet, nem? Az jó volt, az is működött. Lorville-en ott lehet küldizgetni. Vannak hajók. Egy Androméda. Olyan kezdtség, hogy mindenki van fogyva, az van. Hehehe, jaja.
Igen. Tudod, hol lehet, vannak miért a nem legtöbbek? hoznak? A resztopokon vannak többek. Ott. Aha. Lumihoz nem tudok tárat venni, ki van fogyva. Meg ilyen randomra meg kell nézni több helyen is mindig. Tehát például most az előbb Game Max-en voltunk, 20 malány ezét lehetett lenni. Oxypent meg 17 ezét is, medpent. Mikor elkezdtem a játékot, én nem bírtam venni. El volt fogyva mindenhol. Annyira durván rá volt minden játékos vásárolva. Kezdik a szankciókat. Mondom, ez is annak az előfutára, hogy jön a physical inventory. Az oké, okay, hogy jöjjön a physical inventory, de akkor legyen termelés is. Jajaj. Ja. Hát az lenne, a hogyha... kereskedelem, meg mindent kössenek össze, bazdmeg. Jajaj. Ja. Ez basznak. Mindegy. Na. Adjuk le a dobozunkat. Ebből ingyen bezsebelem a nagy lóvét. Ez viszont jó megy nekem, ez a küldi. Lelőttem, dobozt elvettem, meg elhoztam leadni. Az jó az a küldi, a... az is bugos, bazd meg. Micsoda? Oda mentem Vardennal közel, aztán bebugolt a doboz a Vardennak a grafikájába. Hehehe. Lehet a Varden a baj. Kiszedni. A, mi? Lehet a Varden a van valami. Nem tudtam kiszedni. Így tudod, így elmentem mellette, mondom, közel járok. Így rámentem, és akkor így forgok, nem találom. Kimegyek, ott van a Vardennál. Oda megyek, és akkor 2 métert mutat, és valószínűleg nem tudtam izélni. Nem tudtam fölvenni, mert benne volt a Vardenba. Na. Na én most adtam le a küldit, nekem jó ment teljesen végig. A property reclamation az fasza. 12 perc alatt meg lehet csinálni. És kész. Az melyik? Most mondtam property reclamation. Jó, oké, de az melyik? Hát előbb mondtam, hogy milyen küldetés. Nem, lelőttem az a hajót, a... kidobta a dobozt, és ezt el kell vinni valahova. Ja, az, ami bebugolt. Nekem ez akkor jó. Azt mondod, ja. Ez teljesen még jó. Mindig... Ez ki még mindig bugos a landing control. Kettő van? A felső nem. Működik, a felsőt kell választani. Nem csak behagyja a grafikát. Ja, azt hogy behagyja azt a monitort. Ja, igen, vágom már miről beszélsz, aha. De most nem hagyta bent. Na, akkor jó. Mondom, én nem nagyon voltam most Lepszki. Utoljára Patreon, mikor katert vettem, de most ugye nem voltam, mert nem, nincs rá pénzem.